Sziasztok! Január 29-e van hétfő. Mindjárt mondom, hogy mit fogunk csinálni, de előtte nézzétek meg, hogy a kacsáimnak hogy szok megtölteni a kis medencéjét. Aztán utána elmondom, hogy mit csinálunk. Ez már második kanálvíz volt. Örülnek ezek a kis majmok neki. Na gyertek, megmutatom, mit csinálunk. Attila már előkészült a feladatra. Tadám! Ahogy látjátok, ez a kombány vágóasztalának a kése. Ugye tavaly, ugye, aki nézte a videót, jó, mondjuk ez nem volt be felvéve, de mondtuk, hogy volt egy szakadásunk, tehát ez a sín nekünk elszakadt, ez a vastag sín nekünk elszakadt, eltört. És ugye a tavalyi szezon kezdete előtt, hát ez vág. Sziasztok! Itt tört el. Nem ott tört el. Itt tört el. Ja, akkor én vagyok csak hülye. Még olyan volt, mint ott csak. Bocsánat, jó van, akkor bocsánat, itt tört el, haragudjatok. Még én azt hittem, hogy ott tört el. Nem haragszom. Na mindegy, és ugye a tavalyi szezon előtt lett felpengézve ez a kaszasin. És vadonatúj pengék vannak rajta. Jó, most persze mondjátok, hát rozsdás, de ez vadonatúj pengék. Úgyhogy most Attila ugye utána vett egy vadonatújat. Ugye az benne van a vágóasztal szállítókocsiába. Nem a vágóasztal. Nem a szállítókocsiba, az asztalba? Hát akkor menjünk Attilába. Jó, tényleg nem a vágóasztal van. Igen, 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 ott van oldalt fönt. Aha, jó. Jó. Igen, 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 igen. Jó, igazad van. Kise veszem. Igen. Vadonatúj. Ja, várjatok. Zsírúj. Igen. És ugye ez egy használt... Ez benne volt az asztalba, csak kihúztuk és beletoltuk, és úgy dolgoztuk végig a szezont. De ez az én hibám, hogy az elszakadt, mert egyszer már meg volt heggesztve, mert szükséges volt gyorsan megcsinálni. És most viszont nem fogjuk megheggeszteni, hanem eldobjuk azt a sint, leszedjük róla az összes pengét. Tudom, most azt fogjátok mondani, hogy csavarokat már lehet hozzá kapni. Nem, én végig szegecselem inkább. Azt is én szegecseltem, lássátok, olyan, mint a gyári. Tehát most is szegecselve lesz, viszont ezt mindjárt kihúzzuk és megmutatom, hogy ezen milyen a penge, mert én szerintem ez nem az igazi. Kell valami szerszám hozzá? Hát... Kulcs vagy valami? Te nem bírod ki anyád nélkül, igaz? Látjátok, milyen? Igen, a Top Tex beleakad a fogakba. Nem baj. Nem a legrosszabb, de nem is a legjobb. Ugye az állókések. A vadonatúj, az összes állókés. Ezek újak. A végéről le kell vennünk azt a 10-es kulcsot, és erre ki kell húznunk. Jó, jó, akkor 10-es kulcs. 10-es kulcs meg 19-es. Krovába? Krovába vagy kulcsba? Hozom én. Kihúzzuk és a másik mellé tesszük és megnézzük, hogy melyik ilyen. Hát
Az biztos, hogy vadonatúj ki, és hát az mennyit ment? 40 hektárt vágott? 40 hektárt vágott. Ne, többet vágott szerintem. Az Árpát azt végigvágta, ugye? Az... Szerintem... Szigetre szakadt el az kritikáli végén. Mindjárt kivesszük, megnézzük, jó? Jó. Most azt fogjátok mondani, hogy lehet kapni már hozzá csavart, és csavarra kell felfogatni. Kormi! De nem nagyon vagyok híve a csavarozásnak. Már látjátok, ez is csavarozó van. Nyilván nem gyári csavarra, mert ugye itt volt a meghajtása az oldalkaszának. Ezeket persze, hogy csavarra fogom fölrakni, mert ugye megint lesz az idén olyan aratás, amikor az oldalkaszát föl kell rakni. De én már gondolkodom rajta, hogy egy ilyen hidrohajtásos kasza kéne, nem ez a mechanikus. Jó, hogy onnél kevesebb a hiba lehetőség, de kibírod benne? Meg leellenőrizik ezt a sint is, hogy milyen állapotban van, mert erre a sínre raknánk rá azt, mert ha valahol heggesze van, akkor én ezt már nem fogom visszatenni. Akkor veszünk még egy sínt. A másikat nem csak a sínt vettük, hanem ott elmentünk, azt vettünk egy komplett kaszát. Ami föl van már pengézve. Föl volt pengézve, és a vége is rajta van. Nem mondhassuk azt se, hogy nem tudom mennyire drága, mert ha kiszámoljuk a pengéket, meg a sínt, meg a szegecset, mert látjátok, hogy a gyári sem csavarozva van. Hozzáteszem. Látjátok? Ez eredeti klassz. Lehetett kapni utángyártottat is, meg lehetett kapni gyárit. Az utángyártott 100 plusz áfa volt, ez meg 140 ezer plusz áfa volt. De a gyárba se rakják csavarra, nem tudom miért, az is szegecselve van, mert az gyári. Úgyhogy én se fogom csavarozni, én is szegecselni fogom. Kezedre vigyázz. Hozzá kést. Legalább ezt várja. Nem tudom, hogy ez miért nem jön. Átfordult? Aha, mi a baj igen. Ebben? Hát azt úgy pont nem jó szerintem. Igen, le kell venni ezt. Nem azt mondtam, hogy le kell venni, hanem a másik felével nem férsz hozzá. Nem, akkor mennyi légy szíves hozzá ki egy 17-es kulcsot, jó? Hozzá ki, addig leveszem a másik feléről a csavart. Jó. Ma ismét szép napos időre ébredtünk. Hál' Istennek. Igen. Már reggel úgy keltem, hogy én ezt ma meg fogom csinálni. Legalábbis úgy döntöttem, hogy ennek nekiállok. Ezen az asztalon csak ez az egy probléma van, hogy a kaszapenge sor nem volt valami kedvencem. Egy jó kaszával dolgozni azért sokkal jobb. Ugye amikor elszakadt a másik kasza, akkor másnap reggel korán már szerintem nyitásra ott voltunk az üzletbe. Megvettük, de ugye addig... Nem, az nem volt tartalékunk. Hát igen. Nem volt tartalék kaszánk, ezzel a kaszával kellett azt a napot végighúzni. És hú, ugye, de nagyon félt. Akármi történik, míg a megoldás semmi. Fogod, az hazajössz.
nincs más megoldás. És ugye egy kasza miatt állni, ezt mindenki tudja aratáskor, egy ilyen ilyesmi miatt állni, hogy a kaszád nem jó, na az egy elég fájdalmas. Tesszű? Valami van. Nem sokáig feszül. Te a kutya gombát eszi? Biztos. Jó, nehogy baj. Azt nem mondta, hogy van baj lesz a kutyának. Hát... rögtön a falnak megyek. Hát jó, csak nem tudom, honnan hozta a gombát. Hát mit érdekel engem? Szerinted honnan hozta? Az nem kell az egészet leszedni szerintem. Hát ezt a tök kell vennem még, férek hozzá. Nem fogok én... Nyomd meg lefelé ezt a kapupárfejű csavart. Úgy így. Jó. Jön. Húzz ki. Ez miért nem jön? Ja, itt még van egy csavar. Add ide azt a csavart, léci. Azt a mindenit milyen. Az is ilyen, hogy ne tudjon elfordulni. A végét mondom. Hát... ez ilyen. Ez ilyen. Olyan, amilyen. Igaz? Igen. Vagy megcsináljuk rendesen, vagy inkább ne is csináljunk, ne is álljunk neki. Ez a véleményem. Nem? Eddig amit megcsináltunk rajta, az minden volt. Nem? Oda minden bement, elviszi a kutyaszó. Most már tudunk tovább dolgozni. És sokszor van az, hogy a határba kell ezt szétszedni. Láttam valamint nap egy videót, hogy az emberkének ezt a pengét eltörte. Mutasd, nem megy a videó? Dehogy nem. Ezt a pengét eltörte, fogta, kihúzta az egész kaszát. Na mondom, én biztos nem húznám ki. Milyen nehezen tették vissza. De amire visszatették, addigra szerintem még a Szűzmáriát is lehozta az égből. Az egy lengyel videó volt. Szoktam nézni a lengyeleket is. Vannak tök jó videók fel. És ilyen régi bizont kombányokkal aratnak. Nagyon tetszik, mert olyan, mint a 14-es, mindig ellátja őket valami érdekességgel. Mint régen volt a... nem régen, lehet, hogy még most is megy a tévébe mikor a csávó szedte a vasat, az a... hogy hívta? Marek. Marek. A gyűjtögetők. A gyűjtögetők. Hú, de imádtam azt nézni, csak ugye mostanában nem volt már a időm. Hát azt bírtam, azt a nagy darab embert. Ugye hozom a kalapácsot. Ebből a pengével a... vagy kibontod a végét, hogy ki tudjuk húzni, vagy... valamit csinálja, hogy arra ki tudjuk. Jó, a ponyvát kell elvágni. Ujjam lenne, az már biztos elvágta volna. Na jöjjön, boszorkány! Vigyázz a kezedbe! Nincs bekapcsolva? De! Na látod! Na látod! De az nem, az mi pont nem látod? Vette föl, hogy meg akartál ölni. Igen? Igen. Normális kaszának így kell kijönni innen. Az ember mit tesz, az ember te?
Te hát... nem is annyira rosszak ezek a pengék. Na jó van, most izéjed. Nem baj, én azért megnézem. Végig ellenőrizzük. Fogyat! Várjál, megfogom, megfogom. Jó, mehetünk. Várj egy picit. Na, te is fogd meg a végét. Kocsak évezik el. Igen, már levideóztam őket, ahogy pancsicznak. Most ide mellé. Nem arra, ide erre felé. Hát igen, azért megvan kopva egy kicsit. De azért tud bibit csinálni még a régi kés is. Hogy ne tudna? Azért mondom, a macagot nem bánja. Nem az ember fogja, aki... Érdekes, hogy ez másképp van felszegecselve. És csak. Ennek itt is van egy púpja, a másik felén is. Ugye nekem úgy kellett szegecselnem. Múltkor, hogy sülyeztett fejűvel. Látod? És így is jó volt. Itt is megvan heggeszve, látod? Itt. Hát mindegy, ez hát nincs ez... heggesztve sehol. Hát most fogjuk megnézni, én nem... Heggesztett kaszával én nem fogok dolgozni, itt már nincs is rajta az egyik szegecs. Ha megnézzük, hogy van-e heggesztve. Ha heggesztve van, akkor eldobjuk. Hát én nem látom, hogy heggesztve lenne. Ez még origi. ez mi nem volt heggesztve. Ugye, te is úgy látod. Igen. Most sokan azt fogják mondani, tudod mit? Ők ezt nem cserélnék ki. Figyelj, egy pótnak, tehát úgy, ahogy most mi használtuk, hogy hirtelen gyorsan be kell pótnak rakni. Nem tudjuk berakni, mert ez vissza lesz téve, a pót lesz a vadonatúj. Jó, hát most igen, de... Csak most... Tudom, most sokan azt mondják, hogy a vadonatújat betenni, és ezt raknál be tartaléknak. De ha megmutatom nektek, hogy a vadonatúj penge hogy néz ki, meg hogy néz ki ezen a penge, akkor csodálkozni fogtok rajta. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a pengéknek a végeit, ha megnézzük, ehhez képest, látod? Látod? Nézzek, hogy néz ez ki. Ez a penge milyen, hogy el van kopva a kezemhez képest. Igen. És itt ugyanaz az ugyanaz mekkora. Persze. Tehát, hát ez mennyit vághatott? 60-70 hektárt? A penge? Igen, maga a penge. Itt van rajta eredeti klassz, látjátok? Nem mutatja lehet a ízét, de mindegyik eredeti klassz. Hát figyelj! Engem nem érdekel, én kicserélem újra. Össze! Akármit mond. Ezen úgy lesz. Hát ezt át kell rakni. Igen. Úgyhogy most Attila neki kell flexelni. Attila neki kell flexelni. Én szegecseltem fel. De tudod, hogy fél háromkor indulnunk kell. Azt fogják mondani, hogy miért nem vágom le. Ugyanaz. Ha valakinek szüksége van egy ilyen sínre, leszedem róla a pengéket. Ugye innentről egész odáig megmérhetem, 3 méteres asztalra simán jó még ez a sín. Valakinek kell, nagyon szívesen ingyen nekiadom. Mert ennek a sinnek még itt tört el, meg a végén, tehát 3 méteres része az teljesen hibátlan. Ugye ez 4,20-as asztalon van rajta. Nem, 4,50-es. 4,50-es, igen. Tehát 3,20-as asztalra még ez a sin tökéletes. Föl kell szegecselni, és ha kell valakinek, nagyon szívesen.
Attila szépen halad közben. Kiástuk a egyenesítő, vagyis ez az egyenes sínt, amit majd föl fogjuk szegecselni. Azt is elővarázsoltuk a helyéről, hát rakodó kellett hozzá. Kipked! Szépen megcsinálja. Igaz, azt mondta, ez nem biztos, hogy ma kész lesz, mert lehet, hogy nincs annyi szegecsünk itthon. Nem baj, holnap lesz. Úgyhogy ez most ilyen... De én nem tudom, én nem vagyok a csavarnak annyira a híve. Tehát... Mondjuk annyi, hogy egyszerű kicserélni a földön. Más megoldást én sem találok. Tehát ez így jobb. De hogyha földön vagy, akkor persze természetes a csavar, az egyszerűbb és könnyebb. Akkor elmenjünk, azt veszünk csavart. Majd meglássuk. Hát azt is ugyanúgy ki kell ütni szerintem, mert azt hiszem, hogy az is ilyen ricni sem megy bele a simbe. Húzza bele, hogy ne forduljon el. Én nem tudom. Én meg úgy gondolom, hogy az úgy van. Szerintem. Hát... Gondoltam, hogy... Majd adok egy másik korongot rá. Megnézzük, hogy abban jobban lehet. Szerintem nem megy jobban. Ugye kiderül. Hát most én se vagyok teljesen százas, úgymond százas, hogy 3 órára megyek fogorvoshoz. És most minden gondolatom ott jár. Fájni fog? Nem fog fájni? Megmozdult az egyik tömés, és mielőtt kiesne, addig jó lenne, ha a doktornő megcsinálná, igaz? Mit? 3 órakor fogorvoshoz megyek, és már minden bajom van. Igen? Hú, nagyon. Hát az abszem nem férne be. Hú, nagyon. Hát jobb túlesni rajta. Meg kell fordítanunk akkor, mert így nem tudom. Várj egy picit. Hogy kell megfordítani? Ja? Úgy, hogy befelé legyen. Menj arra el. Arra. Jobb vágni akkor, hogyha vágom, tudod? Ja. Így, és most így toljuk vissza, jó? Akkor közelebb. Jó. Jobban hozzáférek. Köszönjük el. Jó. Úgyhogy izgalom van a határon. Sajnálom. Még most ezért nem vagyok olyan hú, milyen jó kedvű, hogy izgulok. Izgulok nagyon. De remélem már holnap vigyorogni fogok. Nem tudom. Most sokan azt mondják, hogy vágjam vágóval. De az olyan, nem szép munkát csinál. Nem. Nem jók a kések, akkor nem tudsz haladni a melóval, mert ugye nem tudod ereszteni a kombány, mert nem bírja vágni. Gyiszató, én úgy szoktam mondani. Húzd a másik végét, hogy egész a vasigel. Tehát nagyon sokat... Kasszán nagyon sok múlik aratáskor. Annak jónak kell lenni.
Ha ma, hogyha lebírjuk szedni a pengéket, akkor én azt mondom, hogy meg leszünk elégedve a mai nappal, mert ugye most mindjárt megyek a gyerekért, aztán utána 3 órára vissza a fogorvoshoz. Úgyhogy ma inkább ilyen a kaszapengét fogjuk csak leszedni, és akkor holnap fogjuk visszaszegecselni. Úgyhogy most ez egy ilyen kis lájtos videó. Aztán én ne haragudjatok, de ahogy közeleg a 3 óra, én szerintem én annál csöndesebb leszek. Végig le van szedve a szegecsnek a teteje, mert ugye ez a teteje lett leszedve. Ugye? Mert én már megmondom őszintén, már mindent megkérdezek, mert most én ma nem biztos, hogy jókat mondok. De hogy nem. Úgyhogy, ja, a szegecsnek a igen? Teteje. Tetejét köszörültem le. Végig le van köszörülve. Próbáljuk meg átfogni. Teljesen vagy? Hát egy kicsit, ja. Kezedre vigyázz. Borítsuk vissza. Keresek hozzá valami szélszámot, mert nem akarja az igazságot. Volt nekem egy ilyen darab vas, amit ilyen patkó alakú, nem emlékszel? Patkó alakú, nem. Ó, várjál, állj meg! Azt a végét már ne fogjad, mert nagyon húzott. Igen, ott húzott rendesen. Itt még egynek lenni kéne szerintem. Van ott. Figyelj! Ne emeljen meg egy kicsit a... Most úgy látom, ez egy ilyen csendes videó. Ja, most kellene beszélni? Hát az én részemről az most érthető, mert izgulok. Te meg koncentrálsz. Nem kell koncentrálni. Ja, most megy a videó?
Igen. Nem is tudtam. Nem tudtam. Meggondoltam, csendben eldolgozzatok, te megnézed. Isten bizony nem tudtam, hogy megy a videó. Na, szóval akkor így megy. Jó kis MTZ orsúlyok. Ha más nem, akkor el. Milyen szépen lepattogtak itt maguk. Igen, ez most csak a leszedős videó lesz ma. Igen, ez most ma csak a leszedős videó lesz, mert valószínűleg, hogy nincsen annyi szegecsük. Gyerek, húzzuk lefele, jól le lett köszörülve. Hát így van, ügyes volt. Aztán... holnap meg lesz a felszegecselős videó, igaz? Hát, ha oda jutunk. Akkor igen. Nem, hát nincsen. Max egy 10. Jön egy szegecset ütök és két izé esik, akkor elég hamar. Igen. Fog haladni. Igen. Várjál, nem is azt ütött. Nem? Nem. Végén ütöttem. Nem is tudom, hogy le mi? Várjál, megemeljem ezt. Nem kell, hagyjad. Hogy jobban ráfeszüljön. Leszedem róla, mert ez a sin már nekem nem jó. Vagy kasza sin, azt hiszem kasza sinnek hívjuk. Na figyeld, meg esett. Na, ennyi. Így kellett leszedni. Ennyi, meg egy bambi. Valakinek szüksége van egy ilyen. Szerint majd megmérem, 3-50 biztos valami jó. Mert ezt lapos vasból, amire ezt megcsinálod, addigra szerintem hajad befog. Nem is tudom, árulnak ilyet. Egy igen. Hú, gyerekek, szurkoljatok, hogy ne fájjon. Nagyon izgulok. 1:30 van, egy óra múlva indulnom kell a fogorvoshoz. Nagyon szurkoljatok. Hol kell indulni? Fogorvosod? Ja, igen! Most már én is kezdek izgulni. Neked is kéne. Nekem? De te azt mondtad, te nem mered ott kifuratni a fogadat. Lehet, én hamarabb kifúrom magamnak. Pedig nagyon jó fogorvos nénihez megyek. Ez így. Több mint... szuper, nekem már húzott fogad. Több mint 70, szerintem 70 év fölötti, mert a doknő. Nagyon érte a dolgát, gyerekek. De hát akkor is. Az, amikor mondjuk, amikor húzta a fogadat, vagy... Nekem Szent Király utcában, Pesten a Szent Király utcában nem vállalták el a foghúzást. Ő kihúzta úgy, hogy azt mondták a Szent Királyban, menjek az illetékes szájsebészetre, ahol tartozok. Ott aztán, ha ott nem húzzák ki, akkor már sehol. És... hát ott ilyen... tanulók voltak szerintem. Na, egy picit harrém lesz, akkor kezdem flexelni. Ugye az ember
fogorvoshoz nagyon félve vagy, vagyis mi nagyon, vagyis én nagyon félek a fogorvostól. És akkor ugye Attila is félt, és akkor azt mondta a fogorvosnő, hogy tudja, az én kezeimből még eddig mindenki élve távozott. Na, jó van, oké. Tehát nincs az ember felkészül arra, hogy most ez mennyire fog fájni. Mert nem mindig a dám érzés szerint őt úgy, hogy... Nem azt mondom, hogy nem ad érzéseit, mert ad érzéseit, akkor nagyon jó, de valamikor érzéseit ő nélkül csinálja, mert tudnia kell azt, hogy például amikor gyökérkezett, hogy jól kikezelte a fogat, tehát és volt, amikor megkapaszkodtam ám rendesen a székbe. Úgyhogy félve ülök be megint a székbe, de remélhetőleg hamar kész leszek, és nem kell holnap visszamennem. De most nem tudom, hogy így ez a foga, ez, és megmozdult benne a tömés, és nem tudom, hogy az a foga most gyökérkezelve van-e vagy sem, mert egy picit érzékeny is a hidegre, melegre. Úgyhogy ha gyökérkezeli, akkor nem fogja ma betömni, hanem oda vissza kell mennem holnap, és akkor fogja betömni. Hú, gyerekek! És most szívesen lennék 3 nappal idősebb. De apa rendes, ő mindig ott ül velem, hogyha megyek fogorvoshoz. Igaz, be nem jön. Be nem jön, mert azt hiszi, hogy ő is be fog ülni akkor a székbe. De a folyosón megvár. Rendületlenül dolgozik, csinálja. Közben elvittük a húcokat a füstölőhöz, aki fölfüstöli. Úgyhogy egy-két nap múlva nem tudom, hogy fog szólni. De a héten biztos meg lesznek a füstöltáróink. Már most szólok, hogy 10-én, tehát jövő héten, szombaton levágjuk az anyadisznót, úgyhogy kolbászt fogunk belőle csinálni, meg még meglátjuk, mert lehet, hogy viszünk még füstre is belőle. Úgyhogy 10-én fog készülni a videó a disznóvágásról. Itt lesz Jani barátunk is, Ricsi is, Roli is, így Attila unokatesó is. Úgyhogy nem fogunk unatkozni. Na, mindjárt. Már túl vagy a felén, szívem. Csinálom. Ez az előző nem ment ilyen gyorsan. Hú, most nagyon neki ereszkedtem. Azt látom. Ugye? Aha. Nézzek, egy koronggal csinálom a kettőt. Hát nem szabad ezt nagyon neki tolni, normálisan. Szeretem nézni, ahogy dolgozik, olyan ügyes. Mit? Semmi. Nem szóltál? Nem.
Majd ő is visszanézi a videót, akkor majd meghallja, mit mondtam. Hát akkor elkiabáltad, akkor nem egy koronggal vágtad végül kettőt. Hát nem sok híja van neki. Ugye ez a korong még korong második, hogy hosszabb koronggal beérek normálisan. És akkor nem kell vele. Jó. Malackák, fogadjunk egymás hegyén hátára akarnak feküdni. Na persze. Mit csináltok? Mit csináltok? Mit csináltok? Röppentjük! Rosszalkodtok, igaz? Kis majmok. Képzeljétek el, azt a hírt hallottuk, ugye már október környékén lett lezárva az átjárónk, hogy most február közepén megnyitják az átjárónkat. Mikor zárták le? Október? Október. Úgy körül. Ugye? Jó. Úgyhogy már nagyon várjuk. Ki kell fúrni sajnos, mert nem tudom mit kezdeni szerintem. Megpróbálja mindent, de hát hiába vágja minden. Várjál, ez a sín, erre a sínre lesz rátéve több, ugye? Igen. Sorry. Jupp, csükkett. Nem állok el én olyan közel, nehogy azt higgyétek, csak ki van nagyítva a kamera. Mielőtt azt mondjátok, hogy hú, milyen közel állok. Hivatalosan ilyen messze állok Attilától.
Hát, hogy nem állok én olyan közel, mint amilyen közelről a videó készül, mert ugye ki van nagyítva, nehogy azt mondják, hogy ne álljak olyan közel, mert ugye a flex. Meg mindig te is mondod, hogy flexel szembe sose. Igen, azt fogják most mondani, hogy védőszemüveg, védőfelszerelés. Soha életemben nem használtam, ezután sem fogok, még ha mondjátok, akkor sem. Nem érdekel. Én szemem megy tönk, mert nem a tiédek. De én nem... Most gondoljátok el, hát szemtelen lesz az ura. De nem akarom, nem tudok benne dolgozni. Tehát... Figyelj, ne keverjük össze. Szezont a fazonnak. Igen, ezeket nem keverjük össze, mert ezek nem olyan jók. De? Az a baj, hogy ahogy csöketem, úgy fog hajlani ez is elfelé. Hát azért... Ezeket még egyszer le kell majd köszörülni, és úgy szépen kiütögetni. Igen. Szóval ez nem egy egyszerű, két kaszát így egyet szétszedni, meg összerakni. Figyelj, ide kéne valamit alárakni, hogy egyenesen legyen. Várjál, mindjárt. A másik súlyt. Hol van? Hát ugyanott. Vagy egy padlódarab kéne. Hát valamit, amivel nem csinálunk ekkora hasat neki. Jaj, ne is mondd. Mindjárt 3:42. Na. Gyere, tegyük alá, ne legyen ekkora hasa. Úgy? Várjál! Mi volt ez? Ja? Beleakadtam a flexednek a vezetékét. Jó. Így jobb, ugye? Nagyon. Kormi! Gyere be! Nem tudom másképp kivenni, csak így. Ugye az a baj, hogy ezzel a megoldással... Nem, majd még az köszörült, majd lesz színig. Jó, csak ezzel, ahogy így most csináljuk. Igen. Ütögettem kifelé, így hajlik a sin is. Hát, de már nem tudom, már mit csináljunk. Így kéne csinálni. Még így? Hát annyira azért nem. Így, jó. Valamelyik kiviti a csapot valamelyikből, nem? Hát most... Ó, oda basztunk az ujjamnak. Igen. Na ugye tartom neked. Engedd el, jó? Megoldom én ezt. Múltkor is megcsináltam egyedül. Nem egyedül csináltam. Nem egyedül csináltad. Mi, akkor is segítettél? Igen. Olyan rég volt, majd nem emlékszek rá? Hát köszönöm. Figyelj! Így jó. Ezek a pengék nem az igazi. Majd az lesz az igazi, amit rárakok. Akkor mindenki jó bajusza van még. Na, az az igazi penge. Engedd, figyelj följön, mert akkor azért húz akkorát rá a kezedem, mert ellentartasz nagyon.
Jó. Jó megvan ezt szegecselve. Várjál. Lukon van? Lukon van, én látom. Jó. Ugye azért látod, azért a hajlik fölfelé, mert hogy így üssük. Hát jó, én próbálom ellentartani. Hát, ja. Csak utána ki fogja ezt kiegyenesíteni. Engedd el? Hát nem tudom, de most elég jól néz ki. Hát kiegyenesíteni ki tudjuk, nem arra van szó. Csak így nem szeretem. Hát van mit röhögnöd rajta, nem tudom hát, mit röhögnöd most rajta. Mit csináljak? Hát sírjak? Na látod. Más valamit kell kitalálnunk, csak az a baj, hogy elkezdem fúrni. Hány óra van? Jó van, majd én az órát majd nézem. Te csak... csináljad nyugodtan. Addig se gondolok erre a köcsögfogra. Bocsánat, hogy káromkodtam. Próbálom kifúrni, hát ha akkor nem lesz annyira fogetve. Ugye azt a gömbölyű felet, azt nem tudjuk fúrni. Mindenféleképpen le kell csiszolni. Pedig szerintem a másikat is kalapáltad. Ugyanígy volt, semmi nem volt. Hát most nem azért szakadt el. Az már javítva volt, azért szakadt el. Hol az új fúrókészleted? Az egy dolog, hogy nem akarom az újat befogni. Kisebb lukuk kéne, hogy ne legyen akkor a húzás. Megfogd. Még visszajött bazd meg, hát már átment rajta. Ne, kiesett. Ez ugye minden. Hát ekkora ütésnél. Ilyen kaszával mi csodálkozunk, vágta vagy meg, amit kell. Nem káromkodunk. De tényleg. Az előbb én is káromkodtam. Bocsánatot is kértem. Kitől? Hát, hogy káromkodtam. Ja? Hittem tőlem kérte. Nem. Várjál, ott abból lehet, hogy nem, vagy nem tudom, miért. Ha beállítom, akkor az jó helyen van, higgyél nekem, jó? Nem az első, csinál már miért már. Aztán minden gyerekek. Így fekszik fel, így jó, látod? Mert itt szépen fölfekszik, de úgy nem volt jó. Viszont az örgeti le. Gyertek befele! Gyere befele! Most nincs benne akkora... Nem érted, másképp csinálom, vagy mi? Hát én nem tudom. A
Lehet, hogy most már ott jobban fölfekszik, hogy alá tettük mint a fát. Mint a végén, mi? Mint a végén. Korodott, mint a malac farka. Olyan aranyosan jött így fölfele. Nincs. Ha jó a húzás, akkor tök jó, hogy a szegecs. A videóba. 58. Ó, szerintem töltsd föl, mert megint 3 napig nem fogják tudni látni a videót. Most viccen kívül. Múltkor mennyire ideig töltötted? Egy napig töltötted a másfél órás videót, és egy nap után kiírta a YouTube, hogy sikertelen feltöltés. Úgyhogy szerintem most köszönjünk el, és innen majd folytatjuk a következő videóba. Mert ez unalmas lesz a nézőknek úgyis. Jó. Tehát a végén végül ugyanígy le lesz ütve a kések. Így van, a szegecselést fölveszem, hogy amikor szegecseljük rá, és utána kezdjük majd a többi javítást a kombányom. Nem gondoltam, hogy nem nézitek végig ezt, mert számotokra unalmas lesz. Jó, aki még ilyet nem látott. Biztos van, akinek speckósabb műszere van hozzá. Nekem is megvan hozzá a szegecshúzó. Ugye mi kell hozzá, a kalapács, szegecs, meg az, és akkor ott már meg tudom húzni becsületesen. Ugye innéntől már nem görbül a vas, mert ugye ott a vége azért görbült. Igen. Majd azt megcsinálom. Itt így. Úgyhogy... kanyarodott fölfele. De esetleg tud valaki jobb módszert, akkor meghallgatom azt is. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, ha nem akkor is. Igen. Most ez ilyen csendes videó volt. Ez ilyen csendes kasszaújító videó lesz. Igen. Nektek. További szép napot nektek. Nekem szurkoljatok! Igen. 10-én disznóvágás! Holnap a videóban úgy fog jönni, hogy... De vicces vagy. Ha csak lesz fogam, bakker! Ha nem, akkor... akkor nem fogok beszélgetni. Akkor csöndbe leszek, ha nem lesz fogam, de hát csak nem fogja. Ott hagyod a fogad? Hát nem szeretném. Nem? Nem. 120 000-ért csinálnak másikat. De jó nekem! Akkor majd mondhatod, hogy drágaságom, igaz? Már így is. Ajjaj. Jó van akkor. Már így is mondhatom. Oké. Okay. Na, sziasztok. Sziasztok.